चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Itt látjunk a biztatás, hogy az Úron kívül nem kell senkihez fordulni, nem érdemes. A Bhagavad Gita-ba, hogy mondja ez a vers 7. fejezetben, amikor az Úr mondja, Alpa Medasan, aki imádja a félisteneket, az alpa médaszám. Az azt jelenti, hogy alpa, kicsi. Mikor Indiában kérünk prasádamot, és mondjuk akarunk kicsit olyan, akkor alpa. Csúcs. És mindjárt nem lehet 10, namám, ez nem az. Csetur, 23. Antavattu palam tésám, Tadbhavati alpamedasan. Ugye Antavat azt mondja, hogy Devan devaya jayanti madbhakta yati mamapi. Azok, akik imádnak filisteneket, azoknak a tudatja alpamedasan. Nagyon. És Srila Prabhupada mondja, kicsit már fokozza, azt mondja, nincs intelligenciájuk, itt a magyarázatban. Krishna még bevezetéskor Bhagavad Gita-ban finoman kezdjük, akkor mondja, kevés az intelligencia, alpa medasan. Miért? Krishna válaszolja, és Srila Prabhupada és magyarázatban szintén ugyanazt mondja, azért, mert antavanta, mert ezek a gyümölcsök, amit kaphat valaki félistenektől, azok ideglenesek. És madbhakta yanti mamapi. De aki bhakta, akinek van bizalom Krishnába, az minden Krishnától fog kérni. Aztán egy kicsit később Krishna mondja még egy fokozatot. Aztán vannak egy kicsit még nehezebb helyzetben személyek, akik nem is félisteneket se imádják, hanem avyaktam appanam manyete mam abudhaya. Parambhava yajjonanta mam avyayam anuttamam. Azt mondja, de vannak, akik avyaktam vyaktam appanam, akik imádnak az én nem is félisteneket, nem is engem, hanem megnyilvánulatlan formámat imádnak. És azt mondja, na ezek abudaya. Na azoknak nincs intelligencia, aki a személytelen aspektust imádnak, vagy mondják, hogy az univerzum, ez a, Isten ez az univerzum, vagy a ragyogás, és a tovább. Szóval a személytelen aspektusát imádja, az abudaya. Miért? Mert param bávam ajonanto mam avyayam anuttamam. Mert ők nem ismernek az én avyayam, mam avyayam, az én örökkivaló lelki személyes természetemet. Itt Krishna utána fokozza. És ezért a Suniti Devi, aki most adja tanácsot saját fiának, ő teljesen érti életnek a lényegét, és a sikeres, boldog életnek a törvényeit, mert azt mondja, hogy a legjobb, hogyha akár anyagi vágyai vannak, mert Dhruva Maharaj akarta kicsit nagyobb királyságot, mint Magyarország. Ez egy anyagi vágy, és ezért anyuka mondta, jó, nem baj, de akkor mennyi? És a legjobb, hogyha te tényleg ezt akarod, akkor
rövidre kell zárni, és akkor el kell menni az Úrhoz. Mert Úr, ő még anyagi vágyakat is fog teljesíteni, nem csak a lelki vágyakat. És Srila Prabhupád itt is, Bhagavad Gita-ban sok helyen kifejti, hogy azért, mert nem a félisteneket kell kérni, mert félistenek maguk kéregetnek. Ezért itt végén ezzel is zárja a magyarázatot Srila Prabhupád, hogy még az Úr Shiva és Úr Brahma is kérnek áldást Krisnától. Ezért volt egyszer, most nem emlékszem, ez melyik királlyal volt Indiában a történet, és majd lehet, hogy valakinek eszébe jött, ki volt, egy baktával volt ez, hogy a bakta ült, és dzsapázott, imádta az urat, és ment nagy király, és akkor ott pont megállt. Megállt, és csinálta, és ő muzulmán király volt. Lehet, hogy Akbar volt, nem vagyok biztos, és namász végezte a saját imádkozását. Mikor befejezte, akkor odajött a baktához, és azt mondta, ugye Akbar is volt olyan, hogy ő szerette volna adni áldást bárkinek, vagy teljesíteni a vágyokat, megjutalmazni gazdagsága, mert ez az ő egóját növeli, hogy ő most nagy király, tud adni. És akkor odajött a baktához, és azt mondja, hogy akkor kérje, mit kérsz tőlem? Azt mondja, én nem kérek semmit. Hogy nem kérsz tőlem? Kérje nyugodtan, én tudok adni. Nem, köszönöm szépen, nekem van egy fogadalom, és ezért én nem kérem. És akkor azt mondja, hát miért nem kérsz? Hát én király vagyok, itt egy nagyon nagy királyságnak az ura, kérje. Nem, hát nem, azért nem, mert mondom, van nekem egy fogadalom, és én nem szeretnék megszegni. Milyen fogadalmat van? Hát én azt fogadtam, hogy én kérhetek áldásokat, akár bármi mást is, de egy valakiktől nem kérjek, van egy kategória ember, ez a koldusok. Szóval én koldusoktól nem kérek. Képzeljünk te Akbar hangulatot, egy én koldus. Micsoda, hát akkor mindjárt lerepül a fejed a válladról. Koldus. Hát most tudok neked bármennyi ajándékot adni, bármennyi gazdagságot. Hogy mered ez mondani? De aztán előbb gondolkodott, mielőtt cselekedett volna, és akkor mondja, jó, de mondd meg, miből gondolsz, hogy én koldus vagyok, mert erre kíváncsi azért vagyok, mielőtt megöllek. És mondta, hát most mit csinált előtt, 5 perccel ezelőtt? Kiterítettél kis szőnyegét, és akkor mit csináltál? Kértél Allahtól, adjál egészséget, adjál erőt, adjál intelligenciát, adjál gazdagságot. Te csak koldoltál egész nap itt most. Én naponta 5-ször csinálsz. Ezért te koldos vagy, és én szegényektől nem kérem az áldást. Szóval az a baktáknak a hangulata, hogy nem kérjük. A másik oldal, hogy Srila Prabhupád hangsúlyozza, hogy Krisna minden vágyat mindenkinek teljesíti. A védikus rendszerben még a tolvaj is imádkozik az Úrhoz, hogy kapjon lehetőséget lopni. Mert ez a kulturált tolvaj. Neki kell, mert ő tudja nagyon jó, hogy Úr adja azt a lehetőséget. És volt olyan helyzet, volt 2 bakta. És jártak, nem Baradarácshoz, hanem a... Nem is tudom, lehet, hogy Baradarácshoz, nem a... Nem, szerintem igen. Lehet, hogy Baradarácsnál volt, ugye Dél-Indiában. Volt egyik bakta, aki béna volt, de nagyon gazdag volt, nagyon. A másik volt, másik bakta iszonyú szegény volt, nagyon. Úgy, hogy nem bírta, ő házas volt, és nem bírta fenntartani a családját. És akkor minden ketten ugyanahhoz a Úrhoz jártak templomba végezni szolgálatot.
a beteget, a bénát mindig vitték szolgái a gyaloghintóba, és ő jött, és imádkozott az Úrhoz, és akkor mindig mondta, bárcsak egyszer meggyógyulnék, mert annyira szerencsétlen vagyok, nem tudok mozogni, hogyha egyszer meggyógyulnék, én olyan hálás lennék neked, kedves Uram, én nem sajnálnék semennyi pénzt ezért. Azonnal nagy adomány adnék. Aztán ő elment, jött a szegény, és azt mondta, hogy én neki nem kérem magamnak, mert nekem nem kell, de családomat hagyd tartsak fel, kérlek, segíts nekem, Uram, mert a kötelességemet hagyd végezem, mert a feleségem teljesen elégedetlen. Ott szokott lenni, nem? Ha nincs pénz, akkor a feleség elégedetlen. Hát ez a darmája. Mert akkor háztartás nincs, miből letetjük a férjemet, a gyerekeket, akkor kell lenni elégedetlennek. És mentek minden nap oda imádkozni. A gazdag már azt csinálta, hogy vitte egy zsák pénzt magával mindig templomba, és mindig mondta, kedves Uram, itt van. Abban a pillanatban meggyógyulok, itt a pénz, odaadom, itt van. Akarod? Kell? És akkor már így készen volt felajánlani zsák pénzt. És de bízott, nem adta fel, és egyik alkalommal a szegény baktának az álmában megjelent az Úr, és akkor azt mondta, holnap, mikor fogsz menni templomból haza, és megállsz ott, mert mindig van egy kút az út közepén, hogy tudjanak a falusiak, akik járnak templomban megállni meleg időjárásban inni vizet. Mikor ott fogsz menni a kútnál, akkor ott lesz kitámasztva a kútnak egy zsák. Ha csak kap fel a lálladra, és fuss. Ezt mondta az Úr. És akkor másnap imádkozott az Úrhoz, meghalálta, és akkor mondta, hú, ez milyen érdekes álom volt, bízok benned, hogy ez így is lesz. Nem tudta, mi van a zsákban. És akkor, amikor elindult haza, megérkezett kuthoz, akkor látja, tényleg, ez az álom, ez csoda volt. Megálmodtam a jövőt. Ott van a zsák, ott van a kutnak oda támasztva. Oda szaladt, felkapta a vállra, és rohant felé. Ebben a pillanatban ott ivott a béna ember a vizet. És akkor azt látja, hogy csak valaki már megy el, fut elfele a zsák pénzzel. Akkor felkapta magát, és el kellett szaladni után. Megy, tolvaj, kapjatok el! Rohan, tolvaj, kapjatok el! Jaj, tudok járni! Akkor gyorsan elszaladt a templomhoz, dandavált a tojállat, ó, kedves Uram, meggyógyulnak, köszönöm szépen, te olyan kedves vagy, tudok járni, tudtam, hogy te minden vágyat teljesítesz. Csak képzeld el, kedves Uram, közben ellopták összes pénzemet. Nem tudnám ezt is visszaadni? És akkor az Úr válaszol, mondta, hát nézd, te tőlem kértél egészséget, és te ajánlottál, hogy odaadod ezért sok pénzt. De ott volt egy másik bakta, valaki, akinek nagyon nagy szükség volt rá, és akkor én elvittem a te pénzedet, meggyógyultam téged, és a másik baktának, akinek nagyon szüksége volt a pénzre, neki odaadtam ezt a pénzt. Szóval ilyen eredezéseket tudja tenni az Úr, egy lépéssel több célt tud teljesíteni, azáltal, hogy bakták hozzá fordulnak, akkor ő nem hagyja figyelem kívül senki semmelyik baktát. Itt a másik, amit még, persze van sok ilyen történetek, de akartam még egy másik fontos dolgot beszélni. Lehet, hogy említve csak mondom, mert már meséltem ezt a történetet, aki hallották, gondolom sokan. Volt ez a kisfiú, aki akarta kirabolni Krisnát, és akkor elment Vrindávanba, és végül megtisztult, és tiszta bakta lett. Ezért bakták, mindig tudják, mint a szuniti, tudta, hogyha
akár milyen anyagi vágyai vannak Dhruva Maharajnak, hogyha elkezd Úrtól kérni, akkor ő meg fog tisztulni. Mert társulás az Úrral, az mindig tisztítja a szívét, megtisztítja anyagi vágyoktól. Ezért utána később fogunk látni, hogy amikor már találkozott az Úrral, utána még találkozik lelki tanító mesterével, Jai Lakshmi Narasimha Bhagavan Ki Jai. Mert kell kapni avatást, avatás nélkül nem lehet elérni. A Csuta Gotra, ugye a Krisnának a családjába be kell lépni. Nagyon sok bakták tudják, de nagyon sok ember azt gondolja, hogy csak úgy magától elérem Istent, hogyha én minden rituálit, imád, ünnepet betartok. Nem. Hanem van ez a rendszer, a Csuta Gotra, vagy lelki tanító mester láncolat, aki beavatja Krisnának a családjába a lelket. És ezt nem lehet elkerülni. Ezért Dhruva Maharaj, ezért Krisna is, amikor jött, neki is volt lelki tanító mester 5000 év ezelőtt, Orcsén Tányának volt lelki tanító mestere, Srila Prabhupádnak, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakurnak, akik egyenesen lelki világból jöttek, meg ők is tradicionálisan követték a rendszert. Ugyanúgy Dhruva Maharaj utána majd lesz, amikor találkozni fog Narada Munival, meg persze Narada Muni fog mondani neki, hogy kisfiú, mit keres itt erdőben, menj haza, a gyerekeknek nem szabad itt járni erdőbe egyedül. De utána, amikor látta, hogy Dhruva Maharaj nem játszani jött erdőbe, akkor adta neki megfelelő utasításokat, ami által lehet elérni az Úrat. És mikor utána találkozott Úrral, megtisztult minden vágyától, és mai napig tiszta baktáként is szolgálja a kedves Úrat. De mit érdekes pontot lehet még kivonni ezekből, ebből a párbeszédből, vagy a Suniti Devinek a beszédből, amit ő csinál most Dhruva Maharajjal, ez nagyon érdekes, hogy itt van a fia, aki anyagi problémákkal küzd. Egy traumát kapott. Jai Sri Radha Shyama Sundar Ki Jai. Az autoritásától kapta egy problémát, ott a mostoha anya, apa, és egy érzelmi fájdalommal küzd igazából. Mert nekik neki odáig nem volt, nem úgy, hogy megszületett, és rögtön volt ez a vágy, hogy legyen nagyobb királyságom, mint az apjánál. Nem, hanem ő kapott egy nagyon komoly fájdalmat. És főleg gyerekek nagyon érzékenyek. Hát most Kali Yuga-ban vagyunk, mi mindannyian olyan érzékenyek vagyunk, mint 50 éves gyerekek, 30 éves gyerekek. Szóval nincs különbség most Kali Yuga-ban. Miért? Manda Sumanda Matayo, Manda Bagyo Pahrita. Mindenki zavarodott, mindenki intelligencia nagyon gyenge, rövid az élet, félre vannak vezetve, ezért mi nagyon minket zavarba hozni nem kell sok. Elég csak kicsit lejön a hőmérséklet az utcán, már zavarba vagyunk. És itt a milyen reakció volt a Matajitól, a Suniti, az ő adta menedéket neki. Ő nem kezdte, de milyen elmeszintre kerültél, olvasd a Bhagavad Gita-t, nem vagy az a test, hanem megértette a problémáját. És nagyon figyelmes volt, szóval nagyon figyelte, mi történik vele, milyen probléma van, és adta egy támogatást először, érzelmi támogatást, azon meghallgatta, és utána rendkívüli ügyesen úgy csinálta, hogy érezte az ő szintje most anyagi szint a Dhruva Maharajnak. Nem mondta, hát nem érdemes, mája, illúzió, te nem tudsz mekkora illúzió gondolni gazdagságról. Nem ezt csinálta, hanem tudta, hogy nem lehet, mert nem tud meglépni. Neki most meglépni egy szintet, oké, ülj, csinálj 16 kört, semmi nincs, hódulj meg,
Krishna, Isten, ez nem működik. Hanem erősítette benne, igen, lehet, hogy neked szükség van most anyagi gazdagságra. Rendben. És tudta, hogy hogy kell segíteni neki, hogy elinduljon a lelki útra. És mondta, jó, de akkor kérjél attól, aki legjobbakat tud adni, és akkor mondta, hogy Istentől kérjél. És a másik, ami ez az egyik, ez a, hogy mennyire fontos meghallani másokat, és megérteni az ő szintjét. Mert általában mi hogyan szoktunk csinálni? Rögtön magunkat mondjuk példának. Hát figyelj, én ezt csináltam, én itt tudtam. Hát én ezt nem tudom. De miért? Hát én megcsináltam. Hát miért nem tudsz? Én, mi? Hát én, mivel én voltam a bajnok, már valamilyen sportban, akkor most elvárom, hogy mindenki ugyanazt mutassa meg, azt az eredményt. Általában úgy csináljunk. De Suniti egyáltalán nem beszélt magáról, hogy ő milyen ügyes, vagy miket tud csinálni, és ő képes, és talán meglepődik, hogy Truva, te miért nem tudsz ezt megcsinálni, amit én megcsinálom. Hanem az ő vele, ő fokuszált ő rá. Ez egy nagy tanítás nekünk egymás között megtanulni, fokuszálni baktákra, egymásra. Mert sokszor lehet érezni, hogy néha, mikor bekerülünk a saját világokba, akkor mi nem érzünk, hogy van valakik. Így van ilyen fancy néha kapcsolat, mosolygunk egymáshoz, Hári, hogy vagy? Na jó van, nagyon jó. De mély érzés, egymást érzékelés, az nincsen. De ő itt mutatja ezt a példát, hogy a bakta, ő nagyon kifele él, és próbál, tanul, gyakorol, érezni másoknak a igényeit, a fájdalmait, örömeit, mert sokszor nekünk valaki odajön, valaki akar nekünk megosztani velünk egy örömmel, mert neki ez egy nagy öröm. És akkor, na jó, ügyes vagy, jó. És akkor bakta összetört. Mert akarta egy kicsit, hogy segítsünk neki, támogassunk. De hogyha mi tudjuk, hogy neki, mert mi a kapcsolatnak a lényege? Hogyha akarok egy jobb kapcsolatot, akkor az, ami neki érték, én azt értékelek. Lehet, hogy nekem ez nem érték. De mivel ez a bakta nekem számomra értékes, akkor csak akkor lesz mély kapcsolatom, mikor én figyelek, mi az, ami neki értékes. És akkor, mivel ő nekem a bakta érték számomra, akkor ami neki az értéke, az az én értékem. Elmondom egy példát, ami, hogy legyen egy kicsit így példa szerint, ami nem baktákkal történt, de egy pszichológussal, és ez egy nagyon jó, mutatja, hogy Krishna tudatban ez egy az egyben fontos alkalmazni, ez segít nekünk egy közösségbe élni, építeni, egy boldog közösséget, és ez Kovival történt. Kovinak volt egy fia, és Stephen Covey, és akkor a fia az, ők nagyon sikeresek voltak, hihetetlen sikeres volt a családjuk. Hát csomó ember mondjuk Zsák utcából ki tudtak vezetni, és sikeres emberi tenni. Sok-sok ember milliós, milliárdos lett. Egy idő múlva észrevették, hogy a fiúk megbetegedett. Nem. Először, hogy elkezdte rosszul tanulni iskolába. És egyre rosszabb, és már nem tudták iskolába megtartani a fiúkat, át kellett vinni egy másik iskolába, harmadik iskolába. És nekik volt, tudjátok, ők egy ilyen virágzó család, ilyen példamutató, sikeres, és itt van egy fekete folt az egész családra, hogy itt van a fiúk, ilyen furcsa. Utána elmentek kivizsgálni, és nagyon komoly betegség elindult neki, ami egyre fokozódik, és utána csak teljesen, vagy meghal, vagy teljesen ilyen pszichobeteg lesz a gyerek. És annyira be volt, annyira őket zavart, hogy felhőtlen családjuk és minden kell, hogy legyen, és itt van egy gyerekük. Aztán egyszer csak leültek, és beszélték, egész éjszaka át beszélték,
És realizáltak, hogy itt, és ja, igen, legjobb orvosok, semmi pénzt nem sajnáltak, mindenhova vitték, és semmi nem tudtak segíteni, egyre rosszabb volt a helyzet. És egyik egész éjszakán beszélgették hajnalig, és rájöttek, hogy nekünk a fiaink nem is érdekel. Minket érdekel az imidzsenk. És mi azért próbáltunk őt meggyógyítani, hogy imidzs legyen. Legyen szép a képes lap a családunkról. És akkor meghatároztak, jó, akkor ezentúl mi, minket nem érdekel az image, semmi nem érdekel minket, a mi gyerekünk érdekel. És elkezdtek vele foglalkozni. És meggyógyul. És ezért volt egy ilyen érdekesség, amikor már meg is gyógyult, a fia nagyon szerette ezt az amerikai foci. Semmi. És a Covid minden meccsre ment vele. Az ismerősök elkezdtek csodálkozni, és azt mondta, hogy te miért jársz ezekre a meccsekre? Ennyire hirtelen megszerettél ezeket a focikat? És azt mondta, tudod, számomra ez az amerikai foci nem érték. Számomra az érték az én fiam. És mivel neki fontos ez, ezért nekem fontos, hogy elmenjek vele. Érted, ugye? Szóval ez a, és így van nálunk a bakták között is nagyon fontos, hogyha fontos a bakta, akkor ami az ővi, ami neki fontos, az legyen nekünk fontos. Hogyha nekünk, ha azt mondja, nekem van egy probléma, és mondhatjuk, hát ez nem egy probléma, de hogyha átéljünk, igen, neki ez probléma, akkor mondjuk, fú, igen, értelek, együtt érzek veled, igen, ez neked egy nehézség, akkor van egy kapcsolatunk. Akkor legalább támaszt adunk, nem kell rögtön Bhagavad Gita-ban mondani, nem vagy ez a test, ez csak a karma, az elmébe, ez szamszkárok, szövevényei, minden, hanem már csak az, hogy mi odafigyeltünk és ráhangolottunk az ő szív ritmusára, már ő ettől kap tőlünk erőt. És akkor utána ő is tudja, mit kell csinálni egy idő múlva, csak kell valamikor erőt, hogy kimásszon. És ez egy jó meditáció nekünk is arra, hogy nyissunk a szívünkbe, mert rád is elmond, utána csak tudjunk velük egy jó kapcsolatot, mikor itt gyakorolunk egymás között egy élő kapcsolatot, figyelmességet adni, értékelni egymást, mosolyogni. Nem tudom, ki hallott a híreket, hogy néha Budapestről jönnek, bakták mondják, hogy hát Krisna völgybe nem jövök, mert elmegy a kedve, meg jönnek a bakták, sok a szolgálat, jaj, nem bírom. Jaj, köszönnek. Van olyan is, mikor nem köszönnek. És lehet, hogy nekünk nehéz, mert mi megyünk sok, itt Rádisával nagyon kell tisztulni. Nem haragszol egy-két befejezek most? Mert két perc? Nem, mert jó, csak két perc, jó. Hogy az tény, hogy itt Rádisával nagyon komoly tisztulás megy. De hogyha mi megtanuljunk köszönni és figyelni, mert volt egy ilyen nap, fesztiválunk volt, kimentem Goranga téren, és ott volt egy házas pár, ilyen 60 évesek, és mondják egymásnak, na akkor jövünk jövőre és búcsúba. És akkor oda csak fordultam, ú, de jó, várunk szeretettel. És akkor az ember mondja, na, látod, mégis van, aki mosolyogni tud ebbe a Krisna völgybe. Ő egész nap itt voltak, és meglepődtek, hogy csak a végére találkoztak. És ezt próbáljuk, ha csak gondolja valaki, nem kötelező persze, próbálja mosolyogni, tanulni, magát figyelni, hogy mennyire itt mosolyogok, mert ez fontos kapcsolatépítéshez. Mert amikor rámosolyogtam egy baktára, egy vendégre, akkor én egy bizalom számára töltöttem nála. És ez nagyon fontos. És mi lenne, hogy legyen ez az évünk, ez csak az én elmémben van, hogy Krisna völgy mosolya. De ez a baktáknak a mosolya, ez a Krisna vagy mosolya, és akkor lehetne gyakorolnunk egymással. Mert sokszor bakták is jönnek szomorúk, hát én csinálok a szolgálatot, és akkor úgy érzem, hogy csak hogy el van várva, csak csináljak. De mosolyogjunk, értékeljünk egymást,
és már a Szúrjadev is mosolyog nekünk itt, Rádisjám ott mosolyog, és lehetne így gyakoroljunk ebbe az évbe, hogy bakták jönnek Budapestre, és mondjuk meg vagyunk lepve. Krisna völgyi bakták, annyira mosolyognak, hogy nagyon. Oké. Jó. Köszönöm szépen. Ez a Suniti Devitől jött, ez nem én találtam ki. Ezért Sisirád Hásáma Szundar Kígyá, Sila Prabhupád Kígyá, Krishna Völgyi Mosoly Kígyá. Góra Bhaktavrinda Kígyá.